Az egyhetes adrei gyerektábor talán az a lényege, hogy össze kéne foglalni nagyon röviden, hogy a túravitorlázás, a tengeri túravitorlázás rejtelmeibe próbálom bevezetni a gyerekeket. 10-16 év közötti, főleg most idén fiúk, de korábbi gyerektáborokban lányok is jöttek. Csak a gyakorló vitorlázáson van a hangsúly, hanem a búvárkodáson, vagy úszkáláson, vagy sznorkerezésen, tehát a vízi élet, ugye a halacskák, polipok, víz alatt élővilág, amellett a lakatlan szigetek felfedezése, vagy akár egy kisváros, egy kis régi városnak a meglátogatása, ahol történelmi látnivalókat nézhetünk meg közösen. Úgy érzem, az egy hét nagyon sokszínű, de a fő vonal mégiscsak a vitorlázás, és a gyerekek vezetik a hajót. Én igen ritkán vezetem a hajót, főleg a gyerekek kormányoznak, és a gyerekek navigálnak, és a gyerekek állítják a vitorlákat, és én ugye tanítom őket, vagy segítem a közös munkájukat, és hát ugyanúgy a vitorlázás a hajó vezetése mellett a konyha és az egyéb feladatokban is a gyerekek részt vesznek, tehát ők is mosogatnak, vagy a konyhában tevékenyen részt vesznek, ki hogy szeretné. Tehát ez egy kis gyerekhajó. Addig egy hetes vitorlázás gyerekeknek iskola után, tehát iskola évzárás után, június végén, július elején csináljuk, szervezzük vezetem. És ez egyik kedvencem, tehát én nagyon szerettem ezt, tehát hagyományosan minden évben van. Lehetséges, hogy lesz egy évút kettő is. Ez a június vége, július, ez ideális, mert már nyár van, és már gyengülnek a szelek, és sokkal kellemesebb a vitorlázás, tehát nem tisztán vitorlázás, hanem nyaralás és vitorlázás. És jó szelek!